Igazából ez egy olyan mértékű változás, aminek még nem igen vagyunk a tudatában, és olyan mértékben megváltozott az életmódunk, nyugodtan merem már most mondani, hogy nem lesz semmi se olyan ezután, mint ahogy ezelőtt volt, de még nem tudjuk pontosan, hogy mi ez. Igazából magát a vírust se ismerjük, a hatásait se ismerjük, és összességében, hogyha csak megnézzük azt a történés sorozatot, ami ért bennünket, hogy a munkánk, a munkahelyeink, a foglalkozásunk, az iskolák, az idősek helyzete, a gyerekeknek a helyzete megváltozott, hogy egyik napról a másikra, otthonra kényszerült mindenki, beszűkültek a lehetőségeink a kapcsolatokban, a kreativitásban és egy csomó más dologban. 0-24-ben vannak úgy családok együtt, hogy előtte évekig nem voltak így együtt, és ez azt is jelenti, amivel most az utóbbi napokban erősen szembesülök már én is, részint az itteni beszélgetések, részint pedig a világból érkező hírek alapján, hogy a járványnak nem csak olyan következménye van, hogy megbetegszik valaki fizikailag, hanem az is következménye lehet, hogy olyan hatalmas pszichés terhek alatt görnyedünk, amiknek a következtében emberi kapcsolatok, családok, férfeleség kapcsolatok mehetnek tönkre és rongálódhatnak meg, és éppen ezért gondoltam azt, hogy nagyon nagy szükségünk van arra, hogy beszéljünk erről. Ugye az történt, hogy ezek a külső változások, amikről sokat nem tudtunk, alapvetően elbizonytalanítanak bennünket. Maga, hogy úgy mondjam, ami ellen küzdünk, láthatatlan, megfoghatatlan, és éppen ezért nem is tudjuk. Hát ha tudjuk, hogy itt az árvíz a Dunán, akkor tudjuk, hogy ide rakunk homokzsákokat. Ez egy megfogható dolog. Azt is tudjuk, hogy az a veszély fenyeget, hogy mit tudom én, elönt bennünket a víz. De ilyet nem tudunk ilyen konkrétat mondani, és pontosan ez az, amiben így találjuk a helyünket, és mi történt velünk, ilyen csapda helyzetben vagyunk. Gyakorlatilag van egy ilyen hatalmas szintű elbizonytalanodás, még akkor is, hogyha ezt nem tudják kimondani és megfogalmazni, mindig az a nehéz, amit nem tudunk szavakba önteni. Érezzük, hogy valami van, de nem tudjuk még pontosan, hogy van. Na most ez aztán akkor tulajdonképpen ilyen stressz helyzetet is eredményez az ember életében, elkezdünk félni az ismeretlentől. Nem is tudjuk kimondani. Egyébként egy szülő hogy mondja el a gyerekének, vagy a gyerek, de a gyereknek meg nagyon jó radarjai vannak, ő azok veszik, hogy valami nem úgy van, mint ahogy szokott lenni. És akkor egy stressz helyzetből egy élőlény hogyan viselkedik egy stressz helyzetben, vagy menekülni akar, vagy agresszívá válik. És akkor tulajdonképpen pontosan azért, mert nem tudjuk, hogy hogyan viselkedjünk, mit csináljunk, hogyan reagáljunk a bennünket ért változásokra, olyan viselkedési formák kezdenek bennünk feléledni, amiket normál körülmények között nem gyakorlunk, amik gyerekkorunkban voltak érvényesek, olyanok, amelyeket nem szeretnénk, amiket nem értünk. Na most tessék azt elképzelni, hogy két, három, négy, öt, hat emberben egyszerre történik ez, hogy ez micsoda hatalmas feszültséget gerjeszt, és akkor az a várva várt szünet, az a várva várt együttlét egészen más lesz, körülbelül ahhoz lehet hasonlítani, talán mindenütt ismerős az, amikor a karácsonyi készületek csúcspontján egyszer csak kirobban valami hatalmas veszekedés egy családban, és akkor, de hát mitől van az? Na most az öregek meg a régiek mondták azt, hogy a Diabolus Festivalis, ugye azt mondták, hogy az ördögi az ünnep ördöge, de hát mi vagyunk azok, akik nem tudjuk egymással megbeszélni, mi veszekszünk egymással, és éppen ezért gondolom azt, hogy parancsoló szükség az, hogy végig gondoljuk, hogy mi történt velünk, végig gondoljuk, hogy mi történik velünk, és ennek megfelelően próbáljunk erre válaszokat adni, mert egyáltalán nem szokványos az, hogy otthon van együtt az egész család, teljesen mindegy, hogy menjen, nem szoktak otthon lenni ennyien, nem szoktak így összezárva lenni, és nincsenek olyan programok, amikre el lehet menni, nem lehet kimenni a szabadba, közösségi helyek be vannak csukva,
Tehát se fiatalnak, se idősnek nincs rá lehetősége, teljesen azt kell mondani, hogy fölborult az életünknek az az egyensúlya, lehet, hogy nem egyensúlynak értük meg, de mégiscsak egy egyensúly, amire minden élő meg élettelen törekszik egy egyensúlyi állapotra, és ezt most a megváltozott körülmények között kell újra megtalálni. Talán egyet még hadd mondjak itt előtte, hogy amit nem említettem, hogy mindez ez a helyzet, amiben vagyunk, hihetetlen nagy terhet ró ránk, nagy pszichés terhet, nagy lelki terhet. Tehát például, mit tudom én, amikor valaki nem tud aludni, össze-vissza álmodik, jól jelzi, hogy a lelkünk dolgozik még akkor is, amikor ezt nem tudjuk. Na nézzünk néhány olyan dolgot, hogy ez a helyzet, amiben vagyunk, hogy ez épülésünkre, gyarapodásunkra, és ne pedig a rombolásunkra szolgáljon. Ilyennek gondolom az egyiket, hogy például nem szabad bagatelizálni a dolgokat, és nem szabad, ugye kétféle reakció van, van, aki azt mondja, hogy nincsen semmi, másik meg pánikol. Nem, el kell ismerni, hogy nehéz, megerőltető, terhelt helyzetben vagyunk. Ehhez, hogy fölismerjük, ehhez azért az is szükséges, hogy figyeljünk magunkra. És itt a magunkra való figyelme nem egy önzés, hanem egész egyszerűen azért, hogy azok legyünk, akiknek lenni kell a szeretteink számára. Azután ide tartozik az is, hogy merjünk emberek lenni. Hogy merjük beismerni, hogy gyengék vagyunk, hogy adott esetben van, amitől félünk, hát hogy ne félnének a felnőttek munkahelyükkel, mi lesz, és a többi, mi lesz a megélhetésükkel. Nyilván ezt nem kell a gyerekeknek a nyakukba zúdítani, azt azonban minden további nélkül meg lehet tenni, hogy a gyerekeknek is a maguk szintjének megfelelően beszélünk ezekről. Azután, amikor hirtelen valaki otthon lesz, ez olyan, mint amikor nyugdíjas lesz, mindent meg akar csinálni egyszerre. Nem kell mindent megcsinálni egyszerre. Nagyon sok energiánkat köti le az, hogy csak egyszerűen álljunk és megálljunk ebben a helyzetben. Ugyanígy meg kell teremteni az életünknek az egyensúlyát ebben az új és megváltozott helyzetben. Mikor vagyok egyedül, mikor vagyok közösségben, mikor dolgozom, mikor pihenek, mikor imádkozom, mikor csinálok valami mást, mikor kreatívkodok, mikor érek a hobbimnak, mikor hallgatok zenét, mikor, szóval, hogy ezek mind ide tartozik, és ehhez, amit már említettem, ez részben az életünknek az erőforrásai. Meg kell tanulnia mindenkinek fölfedezni, hogy mi az életének az erőforrása, miből él ő. A mindennapokban ellen lehet, hogy nincsen szükség, de nagyon is szükségünk van rá. És végül talán még azt mondanám, hogy fontos, hogy legyen emberünk, ember, akinek el tudjuk mondani, hogy mi van velünk. Nem azért, hogy mószeroljuk a házastársunkat, családunkat, nem tudom, hogy egy normális kereten belül, most ez nagyon nehéz, ez most fáraszt, ez most nehezemre esik. Hát ennyi, amit jó, hogyha az egyén odafigyel az életére, amit hogy mit tudunk tenni a családban, a közösségben ahhoz, hogy ez az állapot egy éltető, előrevigyő és építő legyen. Talán első helyen említeném megint az egyensúlynak a kialakítását. Mikor vagyok egyedül, mikor vagyunk együtt. Mikor tartunk csöndet, mikor nem. A második az, hogy ki kell alakítani az életünknek a kereteit. Igazából a szerzetesség az egy pont ilyen intézmény, amikor nem azért vagyunk együtt, mert mi egymást ismertük, és nem tudom, hanem bennünket valami más gyűjtött egybe, de egy család persze az egy kicsit más, ugyanakkor pedig lehet tudni azt, hogy a szerzetességben is meg kell, hogy legyen ugyanúgy egy családban is, hogy az életnek van egy rendje. Te most mit csinálsz? Hol vagy? Holnap mit fogsz csinálni? A következő órában mit? Szóval ide tartozik az, hogy ne gatyásodjunk le. Tehát például az, hogy keljünk föl, feküdjünk le időbe, tegyük meg a megszokott dolgainkat, öltözzünk föl rendesen attól még, hogy otthon vagyunk, legyünk ápoltak. Tehát ilyen nagyon alapvető dolgok, amik az élethöz hozzátartoznak. Azután például az közös étkezések alapvetőek egy család életében, főleg most. Azután nem tudom, tehát hogy rengeteg, ne legyünk mindig online például. Vagy hogy például a különböző foglalkozások, amiket teszünk, ezek váltogassák egymást, ezeknek legyen egy ritmusuk. Ez azért nagyon fontos, mert például a munkahely és az otthon egyensúlya is fölborult, és hogyha én például meg tudom tenni, hogy most vége van a munkámnak, pont, most hazamegyek, pont.
és még hogyha egy térben történik is ez, ez az elhatárolás megadja nekem azt az érzést, hogy letettem a munkámat. Ez egy hallatlanul fontos. Azután megint ugyan itt ide térek vissza, hogy legyen magunkra fordított időnk, és ezt a családnak, ezt jó megbeszélni, hogy most te csendben akarsz lenni, most nem akarod, hogy mások háborgassanak. Azért nem önzés kell ez, hanem hogy azok tudjunk lenni egymás számára, akiknek lennünk kell. Hát a vírusmentes, vírustémamentes időszak azért nagyon fontos, hogy ne örökké e körül forogjunk, mert ez olyan dolog, amit nem tudunk megoldani. Helyette azonban mozgás, fizikai munka, ház körüli munka, annak a beosztása, és számos kulturális tevékenység, amit azért lehet tenni, olvasni, filmet nézni, de az se csak úgy, hogy együtt megnézzük és fogyasztjuk egyiket a másik után, hanem ha végre együtt vagyunk, akkor például beszélgetünk róla. A gyerekeknek vagy kicsiknek pedig nyilván azért lehet mondani, hogy van valami, amit most nem tudunk, de nézzétek meg, itt vagyunk, együtt vagyunk, biztonságban vagyunk, együtt éljük ezt át. A gyerek számára mindig, a kicsi gyerek számára a szülei ott léte és megléte adja meg a biztonságot, és hogyha ők azt mondják, hogy hát most még itt nem tudjuk, hogy mi lesz, vagy nem tudjuk, hogy lesz, de hát nézd meg, milyen jól eljátszunk, és milyen jól együtt vagyunk, és én itt vagyok neked, és szeretlek téged, akkor az őt megnyugtatja. Azt szeretném tanácsolni mindenkinek, hogy legyen nagyon tudatos. Tehát, hogy figyeljen magára, reflektáljon önmagára, és ha hívő, ha nem hívő, akkor is használja az életének az erőforrásait. Mi hívők azt mondjuk, hogy ez az imádság, az Istennel való kapcsolatunk, a nem hívők pedig meg kell, hogy találják, hogy miből merítenek ők is erőt.